Bánsági Ildikó 1968-ban kezdte meg a tanulmányait a Színház és Filmművészeti Főiskola hallgatójaként. Eddigi pályafutása alatt több színházban, köztük a budapesti József Attilában, a Nemzetiben, valamint a debreceni Csokonaiban is játszott már, de emellett tagja volt a Thália Társaságnak és a Kelemen László Színkörnek is. Dolgozott például az Oscar-díjas magyar rendezővel Szabó Istvánnal, illetve a szintén nemzetközi hírnévre szertett operatőrrel, Koltai Lajossal is. Számos filmben szerepelt, a teljesség igénye nélkül ilyen volt a Bizalom, a Mephisto, a Szimbád és a Szikrázó lányok. Híres külföldi színésznőknek, mint Meryl Streepnek, Diane Keatonnek, Kirstie Alleynek volt a magyar hangja. A szinkronizálás kapcsán elmesélte, hogy az Ajtó című filmben Helen Mirrent a hazai közönség szintén az ő hangján hallhatta. Ehhez a munkához egy nagyon kedves emléke is fűződik. Nekem ez egy büszkeségem, hogy ő egy fesztiválon megemlítette a nevemet, és megköszönt a szinkronomat, hogy tettem valami olyat bele, amit ő nem tudott. Ez egyébként semmi másról nem szól, mint a magyarításról, mert mindig azt kellett mondani, hogy Miss Magdus, és olyan kedvesen kellett mondani, hogy Miss Mag, már mondtam így, már mondtam úgy, már mondtam Pöttyös voltam, Kockás Csíkos, és mondtam a Pistának, Szabó Istvánnak, hogy hagyd mondjam úgy, ahogy az Egri Kati mondta az a Legerszegen, hogy mondta? Magduska. Munkásságát számos elismeréssel méltatták már. Köztük 2010-ben kapta meg a makói születésű színészlegendának emléket állító Páger díjat. A művésznő elárulta, hogy kevés emléke fűződik Páger Antalhoz, de azt biztosra mondhatja, hogy egy olyan mély színészi játékkal bíró jelenség volt, akiről az ember nem tudta levenni a szemét, amikor szerepelt. Emellett kitért arra is, hogy pályaválasztáskor ő hirtelen egyik pillanatról a másikra döntött el, hogy színésznő lesz. Mint mondta, pedig ha jobban belegondol és visszatekint a múltba, akkor láthatja, hogy már gyermekkorában annyi olyan dolog történt vele, ami még ha nem is egyértelműen, de ebbe az irányba terelte. Általános iskolában voltam boszorkány, voltam mindenféle, volt egy osztályfőnöknőm, a Mimi néni a múltkori rendszerben, ő egy apáca volt, ő foglalkozott velünk, és akkor én voltam a legkisebb sárkány először, aztán már én lettem a főszereplő, mert ő valahogy úgy rám csodálkozott, és mondta, hogy maradj mindig ilyen, és ezt nem felejtem el szintén ezt a kis mondatát. És akkor mentem a gimibe, ott is volt testvérosztály, a fiosztály, ott volt a Toldi gimnáziumban, volt színpad, és akkor én voltam minden, Kleopátra voltam, Júlia voltam, mindent én játszottam, igen. Meg mai tárgyú darabban is játszottam, de nem gondoltam, hogy színésznő leszek. Változatos életútját jól igazolja, hogy mindig valami olyan kihívást keres, amivel színészként egy új arcát mutathatja meg. A jövőt illetően is azt foglalkoztatja, hogy kik azok a személyek, akikkel a közös munka során egy olyan dolgot tudnának létrehozni, ami neki az eddigiekből kimaradt. A színésznő most szabadúszó, de elárulta, hogy próbálni fog a budapesti Operettszínházban és a Játékszínben is láthatják majd őt a nézők. A beszélgetést Bánsági Ildikóval YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is visszanézhetik az érdeklődők. A kulturális programsorozat következő vendége Kásvár Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész lesz. Televíziónk augusztus 12-én csütörtökön 19 órától fogja élőben közvetíteni a rendezvényt a Városházáról.